Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Hangterjedési sebességének mérése álló hullámokkal. A következő kísérletben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a hang, mint longitudinális hullám, vajon mekkora sebességgel terjed. Ennek a mérésnek az elvégzéséhez szükségünk lesz egy műanyag csőre, illetve egy hangvillára. A hangvillával rezgéseket keltünk, és ezeknek a rezgéseknek a terjedését fogjuk vizsgálni. A csőben haladó hullámok a víz felszínéről visszaverődnek. A víz kötött végnek tekinthető, azaz a hullám fázisugrással verődik vissza, tehát a víz felületénél a hanghullámnak csomópontjának kell kialakulnia. Ha éppen a csomópont alakul ki, akkor ez a csőnek a hossza a rezonancia miatt éppen a hullámhossznak a negyede. Lemérve ezt a távolságot, és ismerjük a hangvilla frekvenciáját, meghatározzuk a hang terjedési sebességét. Végezzük el a mérést. Ezt egy kicsit meglazítom, hogy könnyebben lehessen mozgatni. És megkeressük az első rezonancia szintet. Rögzítem a csavart, és megmérem a távolságot, a levegő oszlopnak a hosszát. Ez 18,8 cm. Ismételjük meg a kísérletet. Ez megint 18,8 cm. És hogy átlagolni tudjunk, végezzünk egy harmadik mérést is. Az itt lemért levegő oszlopnak a hossza, tehát a hangvillánk által létrehozott hanghullám hullámhosszának a negyede. Cseréljük ki egy hosszabb csőre. És keressük meg a második rezonancia szintet. A második rezonancia szintnél, mivel a víz ugye kötött vég, szintén csomópontnak kell lennie, azaz a második rezonancia szint a lambda negyedének háromszorosa kell, hogy legyen. Ezt a szintet keressük majd meg. Kezdjünk el. Kezdjük el az első mérésünket. Mivel a vonalzom csak 50 cm, ezért előre bejelöltem a tetejéről 10 cm, ezért ezt a 10 cm-t mindig hozzá fogom adni
A lemért távolságom 48,5 cm, azaz a levegő oszlop hosszúsága 58,5 cm. Ismételjük meg ezt a mérést is. És megmérjük a levegőoszlopnak a hosszát. Azaz 58,1. Ezt a második rezonancia pontot sokkal nehezebb megállapítani, mint az elsőt. Azaz 58,8 a levegőoszlopnak a hossza. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!